Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. A három kérdőjeles jóslás. Mi az ő gondolata, hogyan érzi magát, és mit fog tenni? Ez egy általános kivetés. De megvan arra a lehetőség, hogy kérd tőlem ezt a három kérdőjeles jóslást, vagy egy másikat. A díjam minden jóslásnál 4000 forint. Védikus asztrológiával együtt 10000 forint. Azok, akik megrendelik a havi ingyenes hírlapomat, kapnak mindig kedvezményes jóslásokat. Ami pedig mindenkire vonatkozik, aktuálisan van, egy kedvezményes jóslás, mégpedig a Valentin napi jóslás. Egy szerelmi kivetés védikus asztrológiával 6000 forintért, vagy egy szerelmi kivetés gyertya mágiával 6000 forintért, vagy egy szerelmi kivetés mediális üzenettel 6000 forintért, ez most az aktuális kedvezmény. Mielőtt rátérnék arra, hogy mit mutatnak a kártyák, azért valamit még megemlíteném, ami az asztrológiát illeti. Hiszen én szívvel, lélekkel asztrológus vagyok. Persze a kártyákat is imádom. Február 5-én jelenik meg ez a felvétel. Ezen a napon a hold belép a Hyesta holdházba. Az indiai asztrológia, illetve mitológia szerint a hold az egy gyönyörű fiatal férfi, és bele szeret Rohiniba. Rohini az egy fiatal lány, és szimbolizálja a hajnalt. Mondhatnám úgy is, ő a hajnalka. Tehát a hold bele szeret hajnalkába, megkéri a kezét, és hajnalka apukája azt mondja, igen, elveheted őt feleségül, de a nővéreit is el kell, hogy vedd feleségül. Így a hold összeházasodik hajnalkával és a nővéreivel. A legidősebb nővért azt Hyestának hívják. És ezen a napon, amikor a videó megjelenik, február 5-én a hold ebben a Hyesta holdházban van. Ennél az idősebb nővérnél. Itt nem egy idős hölgyről van szó, hanem egy okos, bölcs nőről van szó, és ez azt jelenti ezen a napon, hogy okos, bölcs döntéseket hozunk, vagy valaki segít nekünk egy jó tanáccsal. Ami még érdekes, hogy a hold egy jó kapcsolatban áll Vénusz bolygóval, mindkettő tulajdonképpen a nőies energiát szimbolizálja akkor is, ha az indiai mitológiában a hold az egy férfi, de mégis nőies energiáról van szó, anyai érzelmekről, Vénusz bolygónál, a szerelemről, a nőiességről. A hold az jelenti az érzelmeket és az álmokat, a vágyakat, és ez egy szép, nagyon-nagyon szép szerelmi energia. Mars bolygóra is kitérnék azért, hiszen február 6-án Mars bolygó elbúcsúzik a nyilas jegyétől, az indiai számítás szerint, és a bak jegyében lesz március 15-ig. Ez utal az élet erőnkre, tehát kihat ránk, hölgyekre is, Mars bolygó energiája,
hiszen itt vannak célok, amiket el kellene érni, és az most jó ez alatt az időszak alatt, ha oda fektetjük be az energiánkat. Mars bolygó jelenti a férfiakat is, hogy náluk vannak most konkrét célok, illetve lesznek a következő hetekben, és nem adják fel a célokat, úgyhogy harcolnak ezért. És most megnézzük, hogy mit mutatnak a kártyák. Mi az ő gondolata, az itt felül látható. A kelyhek szimbolizálják az érzelmeket. És vannak pozitív érzelmek, mint például hit, bizalom, megbecsülés, szeretet, de vannak negatív érzelmek is, például félelmek, vagy bizonytalanságok, vagy féltékenység, és ezeket a negatív érzelmeket látjuk itt. Vagy jelentik a szomorúságot, hiszen itt a könnyek mezeiről van szó. De ő hátat fordít ennek, lezárja a múltat, elbúcsúzik a könnyek mezejétől, lesz egy új irány, közeledik feléd, megvan a bizalom, hiszen tudja azt, hogy minden úgy lesz, ahogy ez a csillagokban itt megvan írva. A csillagok szerencsét hoznak, itt lesz most egy szerencsés fordulat. És ne felejtjük el, hogy itt most okos döntésekről és bölcsességről van szó. A második kérdés, hogy milyenek az érzelmei. Itt is a kelyhek vannak, tehát az érzelmek dominálnak. Ezen a képen a múlt jelenik meg, sőt, itt vannak még gyermekkori emlékek is. Lehet, hogy ezért szomorú és lezárja ezeket az emlékeket, ami kiváltja nála a könnyeket. És itt látható, hogy mozgás lesz, közeledik hozzád, átnyújtja számodra ezt az aranykelyhet, ami jelenti az érzelmeket, tehát kimutatja majd az érzelmeit. De ahogy látható a ló tartásánál, hogy azért még néha úgy visszatekint a múltba. Mit fog tenni? Ami az ő érzelmeit illeti. Itt látható, hogy ő még kicsit bizonytalan. Itt még vannak emlékek a múltból, amit szeretne lezárni. De ezt ő nem mutatja ki, hiszen megjelenik előtted, mint egy király. Kimutatja a maga biztos tartását. Vagy azt is jelentheti ez a kép, hogy vannak elvárásai, hogy te úgy tekints rá, mint egy királyra. Itt vagy ő veszi kezébe a dolgokat, vagy te, és itt megjelenik a tűz eleme, ami jelenti a mozgást, a bátorságot, a lelkesedést, a párkapcsolatban jelentheti a szenvedélyeket is. Tehát együtt itt kialakítatok valamit, de úgy tesz, mintha ez az ő ötlete lenne. Hiszen ő akar uralkodni a helyzet felett, akkor is, ha te adsz jó tanácsot, ő ezt elfogadja, de úgy tesz, mintha ez az ő ötlete lett volna. És itt középen megjelenik a magyar kártya, amit a férjem készített, hiszen itt a rovás írásról van szó, ami hasonló a germán rúnákhoz, és megnézzük, hogy melyik betű jelenik itt meg, mit jelent, milyen szimbólum látható. Itt egy J betűről van szó. J betűről. És itt ez a szimbólum középen, ez egy olyan, mint egy gyűrű tulajdonképpen. Ez jelenti a kapcsolatot kettőtök között,
vagy lehet egy szerződés is, hogy másokkal együtt készítesz valamit, és itt van két irány, de megvan az összhang. Itt nincs vita most, nincs veszekedés, nincs nézeteltérés, egy hangban vagytok, egy kört képeztek, de más területen hattok ki. Az is lehet, hogy itt gondolatokról és érzelmekről van szó, vagy azt is jelentheti, hogy az egyik fele jelenti a hivatásodat, és a másik fele jelenti a párkapcsolatot. Itt megvan az egyensúly, itt megvan az egyhang. Az is lehet, hogy vele együtt tervezel valamit, ő odafigyel ezekre a dolgokra, te pedig más dolgokra, de mégis együtt alakítatok ki valamit, megvan köztetek az összhang, a kapcsolat. És én nagyon örülnék annak, ha leírnátok a véleményeteket a kommentárba, vagy az ötleteiteket, vagy például, hogy mit jelent számotokra ez a betű, ez lehet valaki nevének a kezdete, vagy egy városnak, falunak a kezdete, vagy lehet egy fogalom is, ami ezzel a betűvel kezdődik. És annak is örülnék, hogyha lájkolnátok a videót, vagy meglátogatnátok engem a Facebook oldalamon, Dendera Medici, vagy Dendera Susanna Medici. Amennyiben kértek egy jóslást, és sürgős, hívhattok telefonon, és a szám az most megjelenik így a videó végén. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderát!